Szervusztok, P vagyok, és ez itt ismét Better Than Wolves, Mia Edition. Az előző epizódban bányáztunk, arrafelé barlangok van, egészen sok vasat. És az összes vasat én beolvasztottam a két epizód közt, igazából felvettem, de nem történt semmi érdekes, úgyhogy nem fogom valószínűleg feltölteni, készítettem az összes clayt, onnan elmentem arrafele fát vágni, és menet közben kiszedni azt a egy könnyen elérhető vasat, vagy hát négy, nem tudom mennyi könnyen elérhető vasat, ami arra ott van egy barlangban, és így ebben van ez a sok förmész, ezt az egy bokot nem kell nézni, nem rontottam el, ott egy terv van, csak még nem tudom, hogy mi. Van ezen kívül klei az inventoriumban, és még ezen kívül klei a tetőn, ami nyilván nincs kész. Tegnap esett az eső, úgyhogy horgáztam egy keveset, négy hal lett belőle össz, ami nem sok, de nem is rossz. Viszont most van 24 iron nuggetünk, úgyhogy meg tudnánk csinálni az első eszközünket, ami szerintem a fejszel lehetne a legjobb, de még igazából azon gondolkozok, hogyha holnap elmegyünk még ott bányászni, még tudjuk, hogy van egy csomó vas. Miközben vágtam a videót, Revinben láttam, hogy hagytunk el, illetve tudjuk, hogy a felszínen is egy barlangon hagytunk el, meg szén is van arra fele, viszonylag nagy nód szén, amit nem szedtünk össze. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ezt kéne csinálni. Most van két fejszén, van, csinálok mondjuk még két húsángot, és van egy csomó kajánk, nincs túl sok blokkunk, ja, földből, az összes földből, ami ott a clay gyűjtésből jött, abból egy kicsit megnagyobbítottam a bázist, itt még egy kis árkot is csináltam alulra, hogy hát ha egy kicsit segít. És gondoltam, hogy itt egy lépcsőt kéne kirakni, bár meg nem vagyok benne teljesen biztos, hogy hogy van, mert vagy hogy legyen, mert akarom, hogy a mobok se haszt, hogy felugráljanak rajta, és az, hogy rászpónoljanak, ha túl sok földblokkot odarakok. Illetve attól függően, hogy mennyire tudjuk megközelíteni, most 24 vas van nálam, hogyha eleget összegyűjtött egy fejszényét és egy még egy keveset összegyűjtünk, akkor már lehet érdemes lenne elkezdeni a hempet. Itt van most nagyon közel hozzánk elég sok víz, így ha nem robban föl folyamatosan, akkor viszonylag értelmesen tudnánk kezdeni hempet gyűjteni, ami már ha meg tudjuk csinálni a mechanical power-t és a szót, akkor az már entry a midgame-be. Sajnos ez nem olyan hatalmas nagy előny, amíg nem megyünk le a netherbe. Ugyanis az kell a hibacsihoz, ami kell a kilnhez. Viszont az a helyzet, hogy amint beaktiválod az első nether portált ebbe a modba, a Mia-ban, a Mob Enhancement addonban, akkor, mintha Terrariában lennénk, hard módba rakod a világodat, és onnantól még buffabbak lesznek a mobok, erősebbek, creeperök nagyobbat, vagy gyorsan robbannak, van esély, hogy overcharged creeperként robbannak, mindenki kb. Erősebb lesz valamilyen úton, módon. Ami önmagában elég rossznak hangzik, és valljuk be, valószínűleg nagyon gyorsan meg fogunk halni utána. Én kétlem, hogy gyémántig el fogunk jutni ebbe a playthrough-ba, de ugye az kell persze nyilván ahhoz, hogy egyáltalán eljussunk a netherbe. Úgyhogy ezt így is, úgy is meg kell csinálni. És egy másik dolog, amit egyébként eddig nem említettem, mert nem volt igazán releváns, az az, hogy a gyémánt az harmadik strátában kezdve ugye tud spawnolni. Ami azt jelenti, hogy le kell mennie érte. Wow! De amit nem mondta, az az, hogy ebben a modpackben szintén, a Mob Enhancement Edition, harmadik strátában itt az Overworldbe is spawnolnak Wither Skeletonok, ami önmagában is elég rossz, mert a netherben is elég rosszak, de itt lángoló nyillal támadnak rád, húsánggal, minden hülyeséggel, úgyhogy mindig OP-bak, mint te. És elég keveset tudsz tenni ellenük ezen a ponton, nincs se enchantolt gíret, se semmit, tehát hogy nem igazán tudom, hogy mi itt a play. Viszont amit még a kill-nán kívül is nagyon jó lenne megszerezni, az a quadrant. Az is szintén így is kell a mechanical power-höz eljutásig.
meg amúgy dang, és nem is tudom, merre van itt tajga, nem találkoztunk még igazán farkasokkal. De, ja, ez kb. A play, hogy kell elég vas, hogy tudj csinálni gyémánt cuccokat, hogy le tudj menni a netherbe, hogy tudsz szerezni egy hibacsit, és onnantól keresztül tud, és netherreket, hogy tud működtetni a quadrant, és a hempel együtt tud működtetni a hibacsit és a killt. Na most nekem ilyen gondolataim vannak, hogy mint Terrariaba és Hardmobba belépés előtt, hogyha olyan nehézségen játszol, akkor érdemes a világot felkészíteni előre, hogy ezt meg fogod tenni. Szóval itt lehet érdemes előre összegyűjteni az összes hempet, mindent a Mechanical Powerhöz, amit csak tudsz, és utána lemenni a netherbe, csak hogy az a baj, hogy nem tudom, hogy ki tudjuk-e húzni kajával, mert nincs ugye újra termő kaja forrásunk, kb. A fishing az, de még az se teljesen infinite, mert ugye tönkre vagy a fishing rod, és kell hozzá bait. De, hogyha esetleg találunk a föld alatt egy mineshaftban, vagy egy mineshaftot, és a mineshaftban dinnyemagot, akkor az szintén a hóval együtt, ha az megvan, már egy decent kaja forrás, nyilván nem robbantják fel a creeperek. Na most elkezdett nappalodni, úgyhogy mindjárt gyújtok egy felkelt, és akkor próbálunk valahogy eljutni arra. Van egy csontfel, elég hiperaktív. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy ide csaljuk, ahol most van, levegyünk arra, megkerüljük a házat, és ott az a néhány zombi reméljük, hogy nem okoz nagy problémát. Meg hogy a túloldalán az a Poke és Creeper kombó sem, bár talán ők a legkisebb problémák. Jó, és én arra számítok, hogy ott fogunk éjszakázni valószínűleg egyszer, tehát jó szórakozás lesz, az a lényeg. Na, te most csontáz, és egy Creeper is beagrózott. Nem agrózott, de beagrózott. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy beagrózott, de mindegy. Ugyanakkor találtál talán mind a full damage, mert nem sérültünk olyan nagyot. Jó, innen a Creeper despawnolt, ahogy elnézem. Itt egy csontfáz, de ő szerintem zombi volt, úgyhogy egy husángütés megoldja. Jep. Abból sejtettem, hogy nem volt a kezébe semmi. Jep. Vagyok. Fuck. Vissza kell mennünk a csizelér, mert különben nem tudok csinálni még egy csákány. Hát... jó. Nem, nehezen megyünk vissza. Fuck it. Elpazarolunk 4 vasat. Muszáj egy csizelt csinálni, hogy tudjak csinálni még egy csákányt. Nem voltam okos. Most határozottan nem voltam okos. Nem mindegy, megjöttünk. Jó. Csináljunk meg a vas fejszét. Ezen a ponton nem hiszem, hogy túl sok értelme van, mert van így is 2 fejszénk. Majd egyszerre akarom adtam. Jó. Na, itt van az a szén, amit láttam. A bok talán se onnan se jönnek.
Jó. Na, következő lesz a napirend. Arra feladtam, hogy hagytunk vasat, úgyhogy azt akarom megnézni először. Ha arra van még egyéb barlang, akkor ha nem egy túl mélyre, akkor lecsekkoljuk, hanem nem egy hatalmas nagy szétágazó dolog. Ha igen, akkor lefalazzuk egyelőre, és akkor körülnézünk másfele. Ah, zombi. Jó, nincs nála eszköz. De ettől függetlenül nagyon örülök a jelenlétének. Jesus fucking. Ezért nagyon fontos, hogy így álljatok, hogy az inventory ne takarja ki a látóteretek. De jó ég, azt a rohadt. Hú, nincs mivel falazzak, itt fel tudnak jönni egyáltalán. Most már nem, szerintem. Ti sem. Még valaki. Ez egy nagy barlang, ez egy nagy barlang. Na mi van? Nem jött össze, mi? Egy csontot dobott, csak egyet, persze. Miért is? Miért is? Oh, God. Oké. Van egy érzésem, hogy itt fogjuk lefalazni. Van egy érzésem, hogy itt fogjuk lefalazni. Ah, ott a felszín. Jó, van, akkor hát igazából, akkor mindegy. Jó, sok szén. Szén, 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 vas. Arra kétlem, hogy lemegyünk, szóval most ide dobálom ki a szemetet, ami ennyi volt. Az a zombi a szívvajt rám hoztás ki. De látjátok, ez egy... mit csináltam itt? Na mindegy, szóval ez egy példa rá, hogy milyen nagyon durván jó a pathfindingjuk itt. Tehát, hogy így megtalált az a zombi. Jó. Itt körbe jött. Beszarás. Jó. Ez nem túl optimális, úgyhogy ennyi fát használnunk kell. Mivel úgyis lenn leszünk éjszaka is, szerintem vágjunk fát, csak hogy legyen blokkunk. Legrosszabb esetben haza visszük. Ja, ott lejár a terevénbe. De van egy másik barlang is, hiszem, amit most nem láttam meg. Öt vasnál tartunk, azt mondom. Túlságosan sok, de nem is kevés. A csizelárát kb. Visszahoztuk. Azon is gondolkozok, hogy lehet először a Revinbe kéne körülnézni, mert ott éjszaka lát, hogy nagyobb szopás lesz. Nem tudom. Még két fát vágjunk ki, hogy mondjuk legyen ezt. És akkor nézzük meg, hogy miben élünk.
van még szén. El sem hiszem, hogy itt... Ah, most mit csináltam? Jó, talán ez itt így viszonylag biztonságos. Talán ez is tényleg még egyet. Oké. Hogy fájt? Mi történik itt ezzel az egy csontvázzal? Velünk volt egy másik barlang, amit meg akartam hozni. Mi a... No, nem néztem rá, nem néztem. Nem, se, sehova sem néztem, közeletekbe sem néztem. Hogy falasz le egyáltalán egy ilyet az embernek? Mindegy, lehet, hogy gyorsan nézzük meg a másik barlangot. És ide csak éjszaka jöjjünk össze le. Ez... Nem, ez tudja, hogy a nagy barlang, de volt... Itt van. Hello? Milyen tápos ez a pók? Beszarok. Alak egy csontvázat, ha nem tölteltem a boldogsággal. Oké. Okay. Itt senki se tud feljönni, szerintem. Talán nem. Az egy zsákutcának tűnik. Az, ezek szerint a nagy barlangba mennek. Elkezdett esteledni. Nope. Fuck off. Hát leblokkunk. Ó, azt hittem, hogy az is egy creeper. Ez a játék, mindjárt ez gyorsan készítem, és utána pofázok, a biztonságban vagyunk már. Most nem nagyon érek rád. Ó, persze, ütőpálcával dobta, dobta, hála az égnek meg egy csontot is. Faszom. Jó, is lett, ebből a jobb lett volna, mint az anyám, de mindegy. Jó, na. Biztonság egyáltalán, biztonság illúziója. Még talán egy kicsit... Mindegy, mindegy, álljunk ide. És vegyünk egy levegőt. Na. Az helyzet, hogyha itt maradok, akkor félek, hogy az összes creeper itt a világban följönne és csak meggyilkolna, plusz van itt is egy barlang.
vagy hát ez a nagy barlangba mutató járat. Oké, okay, már van egy képer. Itt mi történik a csontvázakkal? Nem értem. Ahhoz a vashoz próbáljunk meg. Jó, na. Let's go. Csináljunk valamit, meg különben fölösleges itt lenni. Ezt elpasztam. Habár ezt kibányászhattam volna, na mindegy. Az a helyzet, hogyha itt a fejemre esik egy creeper, akkor az elég nagy rip. Ah, ott is van, bassz. Jó. Szóval az előbb azt próbáltam így kinyögni igazából, hogy ebben a modban, a Donnal, ez nagyon jó volt. Ez megérte ide eljönni. Szóval ez a mod, addon, akkora különbség így érzetre játszani, mint sima Minecraft és Better Than Wolves közt. Tehát a sima Minecraft az képes Better Than Wolves a fejére állítja a szabályokat. Itt a Mia még jobban. Tehát olyan dolgok, amik gond nélkül működtek volna sima Better Than Wolves-ba, itt egyszerűen esélytelnek. Ez is leesett, vagy felszedtük? Felszedtük, talán csak nem volt hang. Vagy állom, 13. Tehát bizonyos dolgokat egyszerűen lehetetlen, hogy itt megcsinálj. Most gondolok ilyenekre, hogy mit tudom én, a blokkok, amiket leraksz. Jaj. Oh my god. Szívszélütést kapná, szóval jó, menjünk valamára. De jó ég. Szóval, amit szerettem volna mondani, hogy még a blokkok, amiket leraksz, Better Than Wolves-ba, sima Minecraft-ba, úgy vagy vele, hogy azért realisztikusan számíthatsz rá, hogy azok a blokkok ott maradnak. Tehát jó, oké, jön egy creeper, felrobbantja. Mind a kettő modban. Vagy tehát az alapjátékban is, Better Than Wolves-ba is. Meg... Better Than Wolves-ban creeper persze nem az lesz a legnagyobb problémát, hogy a blokkjaidat felrobbantja, hanem hogy téged felrobbant. De... Még ez most így jó. Igen, ez most így jó, szerintem. Nem tudom eldönteni, hogy egy creeper beugrana-e úgy, hogy ide. Hát, hogy ide leesne. Szerintem nem jelne egy túltalás. De nem tudom, nem jelne egy... De
tehát annyira elforgatja a játék szabályokat, hogy nehéz, azon kívül, hogy alapból nehéz a játék, nehéz hozzáigazodni. Ezt mindjárt megtudjuk. Leesett? Mi nem jön le? Jó, hogy állunk? 17 vas. Elfogyott a fánk. Van kövünk. Ez talán leesett oda ez a creeper? 3-4 creeper. Egy zombi lent. Egy zombi fönt. Amik csontvázzal változik, akkor könnyebb lesz megölni. Na. Nappaladik. Szóval, van arra tudom, hogy vas. Emlékszek a videóból, amikor vágtam, hogy ott annak a víznek, második víznek a közelébe van vas. Alatta konkrétan, és még valahol attól nem túlságosan messze. Úgyhogy azt összegyűjteni még jó volna. Ez elég brutál, hogy az összes fát felhasználtok. Én azt mondom, hogy maradni fog. Van ez a vas, amire gondoltam. Baszki, de el sem hiszem. Most azon gondolkozom, hogy azt a két fát elhozhattam volna, meg ott azt az egyet, ami a creeper pajzs volt. El sem hiszem, hogy azt időben oda tudtam rakni. Ott nagyon brutálisan megmentettük magunkat, vagy megmentettem magam. Na, oké. Oké, no dilly-dallying. Ott a creeper. Beugrok a vízbe, van dupla blokkunk. Túléljük. No problem, sőt, mi több. Nem is kell erre követ elhasználni. Oké, miből élünk? Két creeper. Menjünk közelebb a vízhez, mert tudom, hogy ez az egy blokk, fél blokk víz, az... nem csinálna. De ha odaugrunk, ahol jobban folyik a víz, az jó. Ott is van vas. Sőt, ott is van vas. A legjobb.
Oké, hát ez nem úgy alakult, ahogy én terveztem, de rendben van. Oké, egy csontváz, aki zombi volt. Jó. Na most ti braindedek vagytok, vagy mi van? Jó, életben vagyunk, életben vagyunk. Ja, ott, Havas. Annyira nem érzem itt biztonságban magam. Drappal van, úgyhogy még a legrosszabb esetben is csak úgy jönnek ide mobok. Vasnál tartunk. Van ott egy, és arra van legalább kettő, és itt is van legalább kettő. Nincs fákja. Olba a stratában nem tudom kiütni a blokkot, akkor ez ott marad, I guess. Innen oda tudnék menni, és itt van még több vas. Oh, hello! Hello! Csinálsz egy lépcsőt? Hát, nem. Oh, fuck, annyi... Hello. Akarom én, ezt kell ez nekem? Valahol egy zombiás valamit. Seriously? Megvan a zombink. Felejtsük el, hogy itt még van. Húságos csontváz. Oké. Ah, zombi fej. Asztora, oké. Okay. Oké. Okay. Illusion of safety. Onnan fentről még nem védtük be teljesen. Van egy köves vas. Oké, okay, oda nem igazán akarok leesni. Hagyjuk itt ezt az egy vasat jelölőnek, hogy ott még van cucc. Oké.
Az a legkeményebb, hogy én csak azokat az alagutakat blokkolom le, amit látok. Tehát, hogy előfordult, hogy jó, sötét van, nem vesz észre az ember egyet. Nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy ha falakhoz elég közel van itt egy járat, hogy ott legyen egy creeper, akkor ő szét fogja kúrni az életedet, és nem fogja érdekelni. Dél már elmúlt szerintem 25 vas. Hála az égnek itt nem volt meg több. Jó, nem tudom eldönteni, hogy haza fogunk-e érni. Én azt valószínűleg tartom, hogy nem. Viszont itt vannak fákjáink. Legalább tudunk gyújtani fákját, ami már valami. És itt van esélyünk a biztonságra. Az az egy fákja van itt, úgy kicsit remeg a kezem. Úristen, még haza is érhetünk? Még azt a fát ott megpróbáljuk kiütni. De lehet, hogy én csak azt mondom, hogy fuck it, go home. Próbáljuk ki, próbáljuk meg. Már ez Better Than Wolf-ba is sokszor volt ez a... Sokszor mondtam ezt, aztán kiderült, hogy az van, de... Itt nemrég volt Gloom Knight. Ráadásul most már akkor is túleljük. Ja, hú! Hagyhattam volna egy fákját, de whatever. Ja, nézzenek ott a teli hold. Most horgászni kéne. Ujj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 
kéne dobni. Viszont horgászatot használok PvP-re. Most ez... Oké. Okay. Ja, ez nem nyert szerintem. Oké. Okay. És... Clay. In clay we trust. Még lenne kettő, akkor abból lenne egy furnace. Nem, az jó, hogy jó, szerintem, hogy ott kilátunk. Jó, zombie head.
ott lesz. Na gyerekek, hát túléltük a barlangot, azért ez nem mindig mondható el. Jó, következő epizódig szerintem valami olyasmi lesz, hogy ezt az összes vasat szerintem beolvasgatom, és addig kaját, clayt, meg ilyesmit gyűjtünk. Clayt van szegondan a dzsungeltóból, és kaját, meg talán arra fele még vannak állatok. És I guess utána megyünk vissza a Ravine-be. Ott van egy pár barlang, amit még nem jártunk be. Most már egy vascsákánnyal megyünk, mert úgy néz ki, hogy stráta, második strátába is fogunk menni. És meglátjuk, hogy mi fog szülni belőle, vagy születni belőle. Gyönyörű virágos kert. Húságos, csontváz a vízbe. Mindig nézem, hogy látok-e lapátos zombit, vagy ilyesmi, de sajnos még egyszer sem láttam úgy, hogy reálisan össze tudtuk volna gyűjteni, vagy talán egyszer, igen, meg is vártam, csontváz lett belőle, és úgyse dobta. Jó, na hát ez egy elég akciódús rész volt, úgyhogy remélem élveztétek. Én határozottan igen, annak ellenére, hogy néhány szívinfarktuson túl kellett tennem magam. Úgyhogy ezt sem hiszem, hogy még mindig tart a sorozat, de I guess akkor a következő epizódig. Szervusztok!